Számtalan gyógyulás, bölcs példázat és jó tanács fűződik a csodarabbik nevéhez. Csutkai Csaba mindig is érdeklődött a csodarabbik történetei iránt. Ezt hívta életre, ezt a fotóalbumot is. Arra gondolt a művész, hogy megörökíti a nagykállói csodarabbi, Taub Izsák Ezákiel sírhelyét, ugyanis a nagykállói régi zsidó temetőben a sírhely máig a mai haszid zsidók zarándok helye. Igazából az volt számomra a legmeglepőbb, ahogy a legfiatalabb korosztálytól kezdve a legidősebb korosztályig ellátogattak több ezer-tízezer kilométer távolságból, és őrzik azokat a hagyományokat, azokat a tiszteleteket, amik az ő vallási vezetőjüknek, az ő rabbijuknak a tiszteletére, emlékére eljönnek és ápolják, és ez az a meséld el fiadnak abszolút példaképe volt, és az a tisztelet, ahogy az ősökhöz viszonyulnak, és az őshöz viszonyul. A nagykállói után jöttek a nyíregyházi, a kisvárdai, az újfehértói, az olaszliszkai és a bodrogkeresztúri zsidó temetők. Őrizd meg és emlékezz, hívja fel a művész az utókor figyelmét. Aki belelapoz a könyvbe, láthatja, hogy a fotósorozat kultúrtörténeti, vallástörténeti szempontból is hűen dokumentál. Én hiszem azt, hogy egyrészt oktatás szempontjából, és hogyha így látjuk, hogy valóban elfogadtatás szempontjából, hogy jelen vannak ezek a személyek, ezek a zarándoklati helyeknek a látogatottságával, elfogadást mindenféleképpen szeretném erősíteni ezekkel a képekkel. Dr. Ricu Zoltán történész és Néző István könyvtáros gyűjtötte össze a szemelvényeket, információkat, lektorálta a könyvet, amely a Kisvárdai Rétközi Múzeum gondozásában jelent meg.